Jó, hát akkor elmondok egy verset. Nagyon szerettem József Attilát, többek között. József Attilát, és ez nekem fontos vers. Azért fontos, és azért az egyik kedvenc vers, mert én azt hiszem, hogy alapvetően élni nagyon nehéz hit nélkül. És itt nem a vallásra gondolok elsősorban, hanem a hitre. És ez teljesen felekezettől teljesen független, sőt, még vallástól is független. És én azt gondoltam, hogy ezért mondanám el most itt ezt a verset. A címe Imádság megfáradtaknak. Alkotni vagyunk. Nem dicsérni. Gyerekeink sem azért vannak, hogy tiszteljenek bennünket. És mi, atyánk, a te gyermekeid vagyunk. Hiszünk az erő jó szándékában. Tudjuk, hogy kedveltek vagyunk előtted, akár az égben laksz, akár a tejben, a nevetésben, a sóban, vagy mi bennünk. Te is tudod, hogyha mi sírunk. Hogyha arcunk fényét pár könycsebb kócolja, akkor szívünkben zuhatagok vannak. De erősebbek vagyunk gyönge életünkben. Mert a fűszálak sose csordulnak ki. Csak a kardok, a tornyok és az ölő igék. Most mégis megfáradva rám. Imádságoddal keresünk új erőt. És önmagunk előtt is térdet hajtunk, mondván, szabadíts meg a gonosztól. Akarom. Köszönöm szépen a figyelmet.